2024 telén járunk. Sűrű, hideg éjszaka van. Az ukrán front legvadabb zónájához, Avgyívka városához közeledünk. Egy csapat harctéri orvoshoz igyekszem, hogy a munkájukon keresztül lássak bele a háború állásába. Ami már nagyon más, mint a dicsőséges ellenoffenzíva idején. A katonák egy sáros erdőben álló bunkerhez vezettek, majd magamra hagytak. A föld alatti menedék üres volt, de lakói láthatóan hosszú tartózkodásra rendezkedtek be. Nem sokkal később befutottak a katonai orvosok, és neki kezdtek az esti rutinnak. A hangulat nyugodt volt, úgyhogy vacsora után meginterjú voltam az egyik orvost. Да, на линию фронту по идее по-любому изменилось в гиршу сторону. Дома три рази в рік буваю по 10 днів. Рідних рідко бачу. Вічний ризик життя. Інтерв'юнкат egy rádióhívás szakította félbe. Kiderült, hogy az este egyáltalán nem a pihenésé. We rescue people's life, people's health. This is crucial in the world. But we have a lot of work here because of situation on the front line. There is some nights or some days all our staff is working. Hirtelen kinyílt az ajtó, és megpillantottam a katonákat. Nagyon másképp néztek ki, mint a filmekben. Első világháborús arcokat láttam. People are tired. If you are in the frontline position, there is high adrenaline. The people, you know, defending our positions against very intensive attacking. All your body or your mind is on the high level of mobilization, but it's not give you power not for a long time. You lost all your energy. It's cold. Russians concentrate a lot of resources in this area and pressure is very hard. Найдіть вот такой вот, блядь. На кожній позиції висить дрон, перекидає, і він пестує. А ми сидимо у часу. Мой педаж передо мной за сутки до этого термо паром разобрали. Сьогодні ми этих рядом станок ледах разобрали міномети. Ну, постріли сидим, думаю, пиздец. Ти понимаешь, сьогодні із 10 ранку до 2 часов дня 30 ножами дивиться. Ez az első küldetés, amiben részt veszünk. 5 sebesült emberért kellett kimenni egy frontvonalhoz közeli helyre, egy ilyen páncélzott mentőautóval, és megdöbbenve tapasztalom azt a apátiát, amivel az emberek fogadják a sorsukat. Так, мы же в безопасной зоне. Зайти, ну да. Позайти можно, да? Ну, жена там уже с вас ушла. Алло, зайка. Да. Все, нас в госпиталь везут, все нормально. А что случилось? Контузило всех. Все нормально. Уже как в госпиталь приедем, я перезвонюсь, если спать не будешь. Не будешь спать еще? Ismét feltárult az ajtó, és ezúttal egy sötét, lakatlannak tűnő helyen álltunk. A derengő épületben azonban kinyílt egy kapu, és kiderült, hogy egy teljes fordulatszámon működő kórházhoz érkeztünk. És most megyünk vissza a bázisra, ahol az éjszakát fogjuk tölteni, és várjuk, hogy kapunk-e további hívást. Ha igen, akkor újra indulunk az éjszakába. Úgy tűnik, hogy mégsem megyünk vissza a bázisra. A srácok itt nekikezdtek újabb injekciós tűk feltöltésének. Megálltunk valahol a tökéletesen sötét éjszakában, a nyet közelében, és várunk egy újabb bevetésre.
сторону, в сторону. Наверное, сейчас снят, забрать этот дрон. Я знаю, сколько. Этот слева и право, у него две, Дима. У него две права. Подожди, право у него больше ранее. Там шестой и шестой, если честно, выносно. Ты руку відчуваєш нижче ліктя? Не жалуйся, що право. Лево і право, і ліво. Я знаю, треба чекати. If you are in the heavy fight, there is no that you will come back healthy. Half of people have some kind of trauma. If you are a frontline soldier, you jump, you escape, drones attack you, everywhere is some damage. Ну, это много херня, блядь. Що там? Просто такой удар був, понял, що я плече. А як воно там сильно, не знаю. Egy órával később újra megálltunk, és ismét a lesötétített kórháznál voltunk. Hajnali tényleg van. Most ért véget a második bevetés. Egyértelműen keményebb volt, mint az első. Az emberek súlyosabb sérülésekkel kerültek ide be a mentőautóba. Az egyiknek több lőtt sebe is volt, és az egyik keze el volt törve, a többiek pedig repeszekkel voltak tele. Már hajnal volt, amikor végre a bunker közelében állt meg a mentőautónk. Дуже важка ніч. Це у нас, коли ми тільки приїхали з виїзду, не встигли лягти і поїхали. Mindjárt két óra van, úgy tűnik, hogy égő lámpával, bekapcsolt rádióval fogunk aludni, fázni, nem fogok az éjjel, ropog a kályha, és ráadásul a felső ágyon vagyok, úgyhogy itt szerintem már most 25 fok van. Ez az egészségügyiség bázisa, itt töltöttük az éjszakát, és innen indultunk az evakuációs körökre. Most az orvosok bent pihennek az egész éjszakás műszak után. Azt mondják, hogy ez egy biztonságos hely, sokkal biztonságosabb, mint a közeli falu, ahol a házakat be tudják mérni az oroszok, és ágyúzzák is. Sőt, az egyik kórház is találatot kapott a napokban. Ez viszont ebben a kis erdőben sokkal védettebb. Számomra azért meglehetősen feszültnek tűnik a helyzet, hiszen a front itt van 15-17 kilométerre, és az ágyúzás zaj az folyamatos. Ezek a mély dörrenések benn is hallatszanak, itt kint meg pláne. Az orvosok váratlanul eltűntek, és egy új csoport érkezett a helyükre. Fényes nappal volt, de odabenn úgy folyt az élet, mintha már az estére készülődnénk. Normally we work 2 days and we have 2 days off, but it's depend on situation. We are on duty all the time, but not always working. When not working in some moment, you take a rest. Sowieckie F-ki inne kolory, a nasze takie zielone je. Jak ja tu przyjechał, jaka u mnie była kolekcja. Kramatorskie, a mój druk paszał w szturmową grupę, wziął moją kolekcję i ja wam wskazał, gdzie moje granaty. Ja mówię, paszły, bo kop. Ja mówię, jak? A u mnie taki, z Finlandii był taki granat. Ja mówię, jak? You have to sleep where there is time for sleeping. And time to time you sleep longer. Egyikük felvázolta, miért folyik öldöklő küzdelem Avdiivkáért. Why we keep Avdiivka and why they pay such cost for it? Because of Donetsk. It's a very important place. If we have Avdiivka, we have control. Donetsk especially, because Donetsk is also logistic hub, military. We fight to stop Russian here, because they wanted to close circle here. We lost this area and we gained last night a little bit, but you know, somebody can say that, oh, this is, it was only, I don't know, 200 meters, but here it means many people lost their lives, many people wounded. Mm-hmm. Every meter cost blood, lot of blood. Last night they attacked hospital,
in near a city. Some people been wounded, some people have been killed, also children. Mostly damage was a maternity unit. The Russians doesn't care about Geneva Convention. Если они стреляют по мирным жителям, о какой Женевской вообще конвенции идет речь? Если они разрушают школы, дома, и воюют они вовсе не с военными, а с населением как таковым. О какой Женевской конвенции идет речь? А я подозреваю, что это они специально сделали, чтобы ну, не могли вовремя оказать помощь раненых. И таким образом, типа, моральный дух побить. We evacuate people in the night. They are not wounded in the night. They wait for evacuation for the night. It doesn't evacuate person just after he was wounded. If you are staying in the position in some basement, in some trench, you're fighting, but you are protected. But if you move, there is many drones, kamikaze, artillery working. It's very, very risky moving between position and moving back. The best time is in the night. Sometimes people are waiting a few days for evacuation. Sometimes they are still fighting. They are wounded, they are fighting. А хоча б скільки годин тому? Ну, це було днем. Вони десь в районі дня це було. Там був штурм. Дякую. I am from Colombia. My friend, I am from Colombia. Three days the defense position. Kiwi, first day is artillery. Boom, boom, boom. Second day, Russian attack. Today, artillery, no stop. Two kamikaze, enter bomb. Kaboom, nice. In trincher, very care. Rastrelle, 500 metros, 600 metros. Rastrelle, only monetarium, together, only no communication. Radio, broken, cellular, no signal. Kiwi, my position. Kiwi, Colombia, no fight, no algo. The first position, Asbury, is still here. Why you come from Colombia to here? Aztán leállt a motor, és megint csak a rakéta támadások ellen lesötétített kórház előtt voltunk. Megkezdődött a visszaérkezés utáni rutin, az orvosok feltöltik az elhasznált fecskendőket, és közben a sofőr nekiállt az esti első kávénak, így 10:30 körül. Úgyhogy feltételezem, nem ez lesz az egyetlen menet ma este. Épp, hogy visszaértünk, majd jött a jelzés, hogy újra menni kell. Úgyhogy most megyünk újabb sebességtől menni. We rescue people from the front line. This is, it gives you a power. The people you met in ambulance are coming back from real hell. Real hell. All is damage. Frontline soldiers, they have very high risk. 30% or 40% of risk that you will be killed or wounded. Egy óra, 48 van. Ez a harmadik menet ma éjjel. Gyakorlatilag tényleg csak éjjel él ez a brigád. Most vesszük fel a harmadik menetben a sebesülteket. A harcok újra meg újra gyűrött arcokkal, fáradt tekintetekkel és lőportól fekete kezekkel töltötték meg a mentőautót. Az orvosok pedig adták az injekciókat, kötöztek és sínbe raktak, nem törődve azzal, hogy a sebesültek áradata nem látszott csökkenni. Csak akkor álltak meg egy időre, ha elesett katonához hívtak minket. How does it affect you when you work with dead soldiers? You are new here. It's my first time.
We are on duty all the time. All the time. Because even we have day off, we are still on duty. If in case of need, we are also working. After a few days, you can't imagine how you are tired. After such intensive frontline work. Что мы делаем, то, что мы просто понимаем, что, скажем так, свою работу делаем. Стараемся ее сделать, конечно, лучше, так сказать. Но, с другой стороны, в принципе, как бы уже по времени, слегка устали. Не то, чтобы там, просто устали. Тяжело вообще сказать. Получается следующее. Вот я приезжаю, допустим, там, в отпуск или там, и на гражданке я смотрю на людей, люди занимаются там, повседневными делами. А мне кажется, что им вообще, то есть на гражданских уже смотришь как-то по-другому. Váratlanul üzenetet kaptam, hogy távozzak a bunkerből, és hagyjam el a front környékét is. Már úton voltam, amikor eljutott hozzám a hír. Az ukránok feladták Avgyijivka városát. Az orvosokról azóta sem hallottam.